egy ilyen kis csinos papír repülőt fogunk elkészíteni. Amire szükségetek lesz, az egy A4-es papír, teljesen mindegy, lehet fehér vagy színes papír is. Az a lényeg, hogy a végén ti is egyedi módon kidíszíthetitek majd a végén. Akkor kezdjük is el a munkát. Tehát első lépésként előttetek van az A4-es lap. Ezt fogjuk, és ketté hajtjuk. Majd szépen lesimítjuk mind a két oldalon. Ezután magad elé veszed a lapot, széthajtod, és a jobb oldali papírnak a csücskét megfogod, és ráhajtod a hajtás mentére egy háromszög alakban, majd lesimítod így. Tehát megfogjuk a papír szélét, és a hajtás vonal mentére szépen ráhajtjuk, és egy háromszög alakot fogunk kapni. A másik oldalon ugyanígy megfogjuk a lapnak a csücskét, és szépen ráhajtunk egy háromszöget a hajtás mentén, majd pedig lesimítjuk. Tehát így kell, hogy kinézzen. A következő lépés, a már meghajtogatott háromszöget az egyik oldalon, megfogod a két csücskét, tehát ezt és ezt, és egész egyszerűen ismét ráhajtunk egy kicsit keskenyebb háromszöget, majd pedig lesimítjuk. Tehát így kell majd kinéznie. A másik oldalon ugyanígy, megfogjuk a két csücskét a háromszögünknek, és egész egyszerűen ráhajtjuk a hajtásvonalra. Majd lesimítjuk. Tehát ezt a formát kell, hogy kapd. Ezután a következő lépés, egész egyszerűen fogjuk, és összehajtjuk a két oldalt. Lesimítjuk. Mind a két oldalán. És a következő lépés a szárnyaknak a meghajtása lesz. Megfogjuk ugyanúgy a kis csücskét a szárnyacskánknak, és így lehajtjuk az üres oldalunkra. Hát így. A másik oldalt megfordítjuk. Ugye itt még nincs kész a repülőnek a szárnya. Ugyanígy megfogjuk a kis csücskét, és egész egyszerűen lefelé ráhajtjuk az üres papír részre, majd lesimítjuk. Tehát így fog kinézni a kezdetleges szárny oldalunk. Ezután megcsináljuk az irányító szárnyakat. A papírnak a csücskét megfogod, és egész egyszerűen egy ilyen kis fél-háromszög alakban csak így fölhajtod. Jaj, és lesimítod. Tehát megfogtuk a kis csücskét, és így föl. A másik oldalon ugyanez. Megfogjuk a papírkának a csücskét, és így fölhajtjuk, majd lesimítjuk. Így. Az utolsó lépés, ezeket a kis meghajtogatott szárnyakat így kihajtjuk, és igazából készen is van a papírrepülőnk. A következő lépés ezután, ahogy szeretnéd, bármilyen formákkal, mintákkal kidíszíted, ez lehet színes ceruza, lehet filctól, bármi, amit szeretnél, jó? Az elkészült munkákat pedig várom majd, hogy töltsétek fel a tanoda oldalára. Sziasztok, jó munkát!